A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Mai vendégem Tihanyi Tamás újságíró, a Baptista Szeretett Szolgálat kommunikációs vezetője. Két dologról fogunk beszélgetni, szervusz, tisztelettel köszöntelek. Üdvözlöm. Egyik, hogy a Láncösszegű Alapítvány elismeréseit az elmúlt héten ünnepkörhöz kapcsolódóan, augusztus 20-ahoz kapcsolódóan adták át, és Sporthősök öröksége a Koronázó Városban címmel egy olyan kötetet jelenítesz meg, írsz meg, ami az 52-es olimpia hőseinek állít emléket, és nem mellesleg az Olimpiai Parkban található, ugye a Bregyó közben nagyon sokat jártunk ott, a Melokkó szobornak, ami a 52-es olimpián résztvevő magyar sportolóknak állít emléket. Ugye Külajos szervezésében az Aranycsapat Alapítvány tette ezt meg a 70. évfordulón, tehát 2022-t írtunk. Azóta nagyon sokszor ott voltunk, hiszen számtalan még köztünk lévő olimpikon itt járt. A magyar sportélet különböző vezető személyiségei tették tiszteletüket, és hát ez a kettő kapcsolódik egymáshoz szervesen, hiszen ez egy nagyon-nagyon fontos. Kezdjük talán azzal, hogy amikor elkezdődött az egész, tehát Külajos ötlete, akkor hiszen végigkísérted, és legfőbb segítségként tettél hozzá. Honnét jött a gondolat, hogy ilyen szinten megörökítsétek ezt az emlékművet és az emléket? Igen, hát természetesen ugye Lajos személye kihagyhatatlan, hiszen ő az ötletgazda, ő az egésznek a motorja. Aki ismeri őt, nagyon jól tudja, hogy amit ő jó értelemben ugye a fejébe vesz, azt nem engedi el. És az ő helyes gondolata és kiváló gondolata volt, hogy azzal, hogy felavatunk egy szobrot, egy emlékművet, általában aztán nem foglalkozik senki. Ő azt szerette volna, hogy ez az egész emlékhely idővel élővé váljék. Ezért olyan személyeket hívott egy-egy koszorúzás alkalmával, akik meghatározói életünknek, akár a sport, akár a közélet, akár az egyházi élet keretein belül véleményalkotók, és nekem, számomra, mint újságírónak ez remek lehetőséget adott arra, hogy amellett, hogy megörökítettem magát az eseményt, tehát azt, hogy elhelyezték Lajossal a koszorút az emlékmű talapzatánál, beszélgettem velük. Egyrészt megkértem őket, hogy idézzék fel, már aki életkoránál fogva ezt meg tudta tenni, ugye az 1952-es Helsinki olimpia emlékeit, hogy ez hogy maradt meg bennük. Másrészt el tudtam velük beszélgetni közéletünk, életünk mindennapjairól, az elettünk, a magyarság előtt álló kihívásokról, és ezek önállóan is megállták a helyüket egy-egy tartalmas, véleményem szerint és reményeim szerint sokat mondó, reményt adó interjúban. Ezért gondoltam arra, hogy az elmúlt, hát most már 2 év alatt összegyűlt egy olyan anyag, amely nyomtatásra is méltó, hiszen amellett, hogy a Fejér megyei hírlap, illetőleg hát az online kiadása, a FEOL ezeket szorgalmasan, rendszeresen közölte, az emlékmű mellett egy ilyen kötet is emléket adhat e törekvéseknek, amelyben egyrészt hát célom azt bemutatni, hogyan sikerült ezt egyáltalán az emlékművet megvalósítani, hiszen ez önmagában is egy remek eredmény, hiszen Melokkó Miklós, Kossuth Díjas szobrászművész neve garancia volt az alkotás színvonalára. Másrészt szeretném bemutatni a Helsinki olimpiai hőseit, hiszen ugye 16 aranyérmet, 10 ezüstöt és 16 bronzérmet szereztünk. Ezt most éppen Párizs után mindenki el tudja
osztani, szorozni a fejébe, hogy ez mekkora különbség volt, de természetesen nem szeretném a maiakat leszólni ezzel, vagy az ő eredményeiket esetleg zárójelbe tenni, hiszen egészen más volt akkor a világ, minden más volt körülöttünk. Tehát szeretném bemutatni ezeket a hősöket, akikről egyébként egyenként könyvet lehetne írni, igen. És azt hiszem, hogy sokan nem ismernek olyan történeteket, sztorikat velük kapcsolatban, amelyeket Külajos minden alkalommal fejből idéz, ezért tartanak viszonylag hosszan a megemlékezések, és szeretném ebbe a kötetbe megidézni azokat a látogatókat, akikről ugye már beszéltem most. Igen. Ezeket igen. Majd felsoroljuk, de amikor igen. A 16 arany, 10 ezüst, 16 bronz, ne feledjük, hogy abban az esztendőben vett részt először a Szovjetunió, ők lettek a másodikak az éremtáblázaton az Egyesült Államok után, és hát azért, ha itt megnézzük, hogy számtalan olyan sportág volt, aranycsapat alapítvány No Man Has Stolen, tehát az aranycsapat megnyerte az olimpiát, de aztán ökölvívásban Papp László, csak egy gyors felsorolás, öttusa csapatunk nyert, a Béndek Kovácsi Szondi, sportlövészetben Takács Károly, ami ugye arról ismeretes, aki odafigyel, hogy 1936-ban ugye a II. Világháborúban elvesztette a lövő kezét, és megtanult balkézzel lőni, ráadásul Kun Szilárd ezüstérmes lett, aki a tanítványa volt, de aztán ott voltak a mi tornászlányaink, Keleti Ágnes, Korondi Margit, az úszó, Gyengevali, Szőke Kató, a 400-as váltó, a vívásban Kovács Pál, Berceli, Gerevics, Kárpáti Rudolf arattak, mint ahogy hozzászoktunk, és természetesen nyert a vízilabda csapat is. Úgyhogy egy fantasztikus 1952-t, ezt tényleg nem lehet elfelejteni. És azért az is nagyon fontos számunkra, hogy amikor létrejött ez az egész, tehát azt a hátterét is meg tudtátok mutatni, hogy mi minden történt. És ráadásul itt, a Királyok városában, ha úgy tetszik, és aki olvasta a Fejér megyei hírlapot, illetve, ahogy mondtad, az online megjelenéseket, az rájöhetett arra, hogy itt nem csak a sporteredményekről esett szó, mert hiszen 1952-t írtunk, ha úgy tetszik, ez a Rákosi korszak egyik nagy vívmánya volt ez az olimpia, amit aztán jócskán fel is használtak, de azért az a társadalompolitikai környezet is megjelenik az írásaidban, ami a sporteredmények is erősítette. Ez tudatos volt, hogy ezt a kettőt együtt használod? Igen, hiszen fontos volt hangsúlyozni, hogy az akkori sporteredmények egy börtönvilágból születtek meg. Tehát ezek a sportolók akkor úgymond szabadságért kiáltottak Helsinkibe. Olyan körülmények között kellett elérniük azt, amit elértek, amely a maiak számára nagyon furcsa lenne. Az ő hazafiságukhoz pedig soha egy pillanatra sem férhetett kétség. Emellett mindig kiálltak, és a példájuk a maiak számára is azt hiszem, hogy örökérvényű lehet. Igen, ez nagyon fontos adalék, és az is, tehát egy olyan jövőképet nyújtott, nem csak Székesfehérvár, hanem a magyar sportélet számára, hogy igenis, ez nem a múltban révedezés, hanem igenis legyünk rá büszkék. Tehát az, hogy Külajos a maga a sajátos egyéniségével ezt az ügyet veletek együtt, nyilván az Aranycsapat Alapítvány munkatársaival sikerült megvalósítania, és ugye megnyerte Melokkó Miklós, de azért tegyük hozzá Tolcsvai Bélát, Kossuth Díjas zeneszerző énekes barátunkat, aki szintén Bobori Zolit, aki verset írt ehhez, ez mind-mind fontos. De amikor te belefogtál ebben, gondoltad volna, hogy ez egy ilyen nagyívű történet lesz a végén? Nem, hát nyilvánvalóan nem, de aztán egymás után jöttek az események, jöttek az újabb emberek, Eperjes, Karcsi, Márfi Gyula érsek, Csókai professzor. Tehát az élet olyan területéből csatlakoztak hozzánk, illetőleg az ügy. Álltak az ügy mellé személyiségek, hogy éreznem kellett, hogy itt valami sokkal többről van szó, mint egyszerű múltidézésről. Ezért is törekvése Lajosnak sok más mellett, hogy,
valamelyest legyen a tananyag része, valahogy kerüljön az iskolákba. Ez az 1952-es helytállás, kiállás története, pontosan azért, mert szüksége van az ifjúságnak példaképekre, helyes példaképekre. Ezt ez egyébként az emléknőnél járt interjú alanyaink megerősítették és támogatták ezt a törekvésünket, hiszen mindenki tudja, hogy a digitalizáció az rengeteg mindent elvesz az ifjúságtól, és hamis példaképeket, hamis isteneket, hamis követni való példákat állít eléjük, és ezt a dolgot ma magunk mondján megpróbáljuk egy kicsit helyre tenni. Ugye nem feledhetjük, hogy ez tulajdonképpen középpen van, hiszen a 48-as londoni olimpián már megvolt az előszele ennek a remek szereplésnek, és 56-ban függetlenül attól, hogy az olimpia ugye egybeesett a forradalommal kis ilyen, amit Melbourne-ben rendeztek, ez megerősítette. És plusz tegyük hozzá még, ugye, ha már aranycsapatról beszélünk, hogy a világbajnokság, amit sajnos nem sikerült ugyebár megnyernünk, mind-mind annak köszönhető, hogy volt egy olyan sportolói réteg, mert hogy tetszik, nem tetszik, valahogy kitörést kerestek a sportolóink, a klasszisaink abból, ami itthon volt, hogy ezt lehetővé tette. És ezt remekül az interjúidban remekül alkalmaztad, hogy sokkal inkább erről kell, hogy szó essék, mert ez tanulság a mai időszakban is. Tehát én soha nem fogom elfelejteni, amit Szamóca Eperjes Károly mondott. Ő egy olyan ívet adott ennek az egésznek, hogy mindenki megérthette, hogy most a 21. században ebben a felgyorsult világban milyen fontos, hogy úgy emlékezzünk, ahogy ők megérdemlik, de azért tegyük hozzá, hogy ez micsoda óriási kilépést jelentett abból a világból a sportolóinknak. Igen, hát nem csak ugye Eperjes Karcsi mondott ilyeneket, mások is. Például a leendő kötet egyik fontos interjúja lesz, ami Demeter Gáborral készült, hiszen az ő aranybetűs neve ott szerepel az emlékművön, és sikerült vele találkoznunk. Ő egyébként Németországban él, de 95 éves volt, amikor Lajossal meglátogattuk őt. Az ő élete nyilvánvalóan, az ő élete is olyan, amely az egész magyar történelem egyfajta tükre, hiszen ezek a sportolók akár az 1956-os forradalmat és szabadságharcot, akár a háború utáni nélkülözések korát nézzük, olyan gödörből kellett, hogy felálljanak, és olyan méről kellett, hogy bizonyítsanak egyrészt maguk előtt, másrészt a szüleik előtt, az egész, aztán, mint kiderült, az egész nemzet előtt, amely mindenképpen örökérvényű példa kell, hogy legyen. És azért, hogy a Magyar Olimpiai Bizottság is foglalkozik ezzel, ez is megerősítést jelent, hiszen Fábián László egykori nagyszerű öttusázó, aki jelenleg az Olimpiai Bizottság főtitkára is tiszteletét tette az egyik megemlékezésen. Ez azt hiszem, hogy nagyon-nagyon fontos, hogy esztendőről esztendőre, ünnepről ünnepre, tulajdonképpen az én véleményem szerint minden nap ünnep az Olimpiai Parkban, de amikor egy különleges évforduló van, lásd, az elmúlt időszakban volt jó néhány, akkor itt vannak. Hogyan sikerül őket meggyőzni, hogy itt a helyük? Hát nem könnyű azért, hiszen annyira az élet különböző területein vannak, és területeiről érkeznek ők, hogy ugye mind elfoglalt ember, de... Ugye itt volt Paplaci fia. Igen, igen. Tehát az például nekem egy, hiszen nem ismertük. Igen. Hát kötelességünknek érzik. Mint háromszoros olimpiai bajnok legenda. Igen. És akkor megjelent, és jó volt látni, hogy kicsit elérzékenyedik, mint mindenki. Mert ennek a történetnek méltósága van. Igen, sőt, hát mondhatnám Béres Józsefet, de tényleg nagyon hosszú a sor. És mindannyiunk közös öröme, és azt hiszem, hogy az itt jártak eredménye is, hogy maga az ügy, az 1952-es Helsinki olimpia története most már magyar örökség díjas lett.
rövidesen ennek az erről szóló felirat is elkészül, és rákerül az emlékműre. És hát az Aranycsapat Alapítvány és Külajos terve elképzelése azt, hogy a sort folytatjuk, tehát már gondolkodik azon, hogy ki legyen a következő vendége az emlékműnek, aki koszorút helyez el, és aki majd érkezem és interjút készítek vele, és reményeink szerint az is belekerül majd a készülő kötetbe. Ugye a városra nagy felelősség hárul ilyen értelemben, hiszen felvetődött annak a lehetősége, hogy az olimpiai esküt itt tegyék le. Az, hogy a Bregyó közben a város helyet biztosította az emlékműnek, az addig egy dolog. De születnek-e tervek arra, hogy miként lehet kicsinosítani egy kicsit az olimpiai parkot, hiszen tudjuk, hogy egy gyönyörű természetes környezetben van jelenleg, a természetest idézőjelben teszem, de nyilván annak méltóságot kell biztosítani, ha az olimpikonok itt teszik le az esküt. Igen, jelenleg van folyamatban például annak megvalósítása, hogy aki a városba érkezik, azt táblák ide irányítsák, hogy egy kicsit a hozzánk érkezők, akár külföldiek is megismerhessék ezt a helyszínt, és egyébként már nagyon szép, hogyha valaki mondjuk a televízió közvetítését látta a legutóbbi megemlékezésről, ott szinte már egy kis idillikus kis parkkal szembesülhetett, úgyhogy nagyon szeretnénk, és bizonyosak vagyunk abban, hogy ez egy kis közösségi helyé válik. Az, hogy az olimpiai eskü itt legyen, az természetesen egy olyan terv, ami most már 4 évre szól, tehát van időnk ezen gondolkodni, nem kell, hogy mindenki ide jöjjön igazából, hogy minden olimpikonunk esküt tegyen, de fontos volna, hogy egyszer-egyszer eljöjjenek, és ők maguk is feltöltődjenek, mert bízunk abban, és bizonyosak vagyunk abban, hogy lélekben sokat ad nekik, hogyha itt lehetnek a nagy elődök. Tehát ez egy jövőkép mindenképpen, én azt hiszem, hogy nagyon-nagyon fontos. Viszont a jövőképed a személyes munkádban is megvan, hiszen a Baptista Egyház nagyon sokat tesz azért, hogy egy kicsit másként, ha úgy tetszik, de olyan közösségi rendezvényeket és üzeneteket fogalmazzon meg, amelyeket azt hiszem, hogy minden magát embernek tartó ember megfogad. Milyen a munkád, hiszen mostanában ugye Budapesten dolgozol többnyire? Igen, lehet. Úgy vélem, hogy a nézők közül sokan talán nem tudják, vagy nem emlékeznek rá, de a Baptista Szeretett Szolgálat Fejér vármegyében született, egészen pontosan ugye Velencén Szenci Sándor alapította 1996-ban, és mi úgy találkoztunk, hogy ügyeletes voltam a szerkesztőségben, amikor Sándor a délszláv háború idején egy kamiont állított össze éppen, és azzal indult a balkáni front felé. Akkor készítettem vele egy interjút, beszélgettünk, elhívott magával, és én mentem. És az évek teltek, és aztán megjártuk együtt Afganisztán, Csecsenföldet, a cunami idején 3-szor jártam vele a Sri Lankán, sok-sok helyszínen jártam, amiből aztán egy kis riportkönyv született, és egy barátság. Sándor sajnos 2 éve már nincs közöttünk, én viszont, ha mondhatom így, akkor ott ragadtam, hiszen 2015-ben hívott át, hogy egy kicsit közelebbről lássam azt a világot, bekapcsolódtam a kommunikációs munkába, és ezt a mai napig nagy örömmel, nagy remélhetőleg nagy szívvel csinálom. Ez rendkívül felelősség, igen, és egyben méltóság. Hát jó érzés úgy tudni azt, vagy legalábbis remélni azt, hogy így hasznosabb, vagy másként lehetek hasznos, mint újságíróként a Fejér megyei Hírlapban. Most is van egyébként egy aktuális akciónk, megragadom az alkalmat és a nézők figyelmét, hogy elmondhassam. Ugye annyi más egész szervezethez hasonlóan mi is gyűjtünk a rászoruló gyerekeknek, ez a mi olvasatunkban Sulipak akciónak nevezendő, és szeptember 6-áig
várjuk az adományokat, és hát ez megint egy Fejér megyei kötődés, vagy mondhatni székesfehérvári kötődés, hogy a Pákozdon van a segélyszervezet nagy logisztikai központja, onnan például az ukrajnai háborúval kapcsolatos feladatainkat is végezzük, és oda várjuk azokat az adományokat, amelyeket a rászoruló gyerekeknek szánnak, iskolatáskákat, ceruzákat, olyasmiket, akik azt kérnénk, hogy olyan minőségű dolgokat hozzon mindenki, hogy saját gyermekének is szívesen adna. Tehát szeptember 6-áig tart ez az akció, és akkor szállítjuk el, visszük el oda, ahol ezekre igazán a legnagyobb szükség van. Tehát ez egy figyelemfelhívás volt. Igen, akkor térjünk vissza a könyvre. A Láncösszegvő Alapítvány ösztöndíja az már megvan. Mikor várhatjuk a könyv megjelenését? Hát igazából a szerkesztési feladatok állnak előttem. Abban a pillanatban, hogy ez kész van, a fotók ugye megint csak kézben vannak. Nem is gondolkodtam még ezen, arra várok, hogy az én munkám elkészüljön, és akkor gondolkodunk majd azon, hogy hogyan tudunk további anyagi forrásokat ahhoz megteremteni, hogy ez igazán méltó legyen. Mert annak nem tartom értelmét, hogy egy méltatlan formai megjelenés legyen, hanem egy olyan album, amit 10-20, akár 50 év múlva is bárki szívesen és jó szívvel vesz a kezébe. Egyetértek, történjék így, jó munkát neked ehhez. Köszönöm szépen. Természetesen mindkettőhöz, hiszen ez a könyv hiánypótló mindenféle értelemben és módon, és hát a baptista szeretett szolgálat munkája, missziója is nagyon-nagyon fontos számunkra. Köszönöm szépen, hogy megtiszteltél. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, Tihanyi Tamás volt a vendégem. Két dologról beszéltünk, a baptista szeretett szolgálatban betöltött tevékenységéről, arról a küldetésről, ami segít abban, hogy számos helyre jusson el olyan adomány, segítség, ahol rászorulók vannak, illetve a Sporthősök Öröksége a Koronázó Városban címmel rövidesen bízunk benne, megjelenik egy olyan könyve, amely az 1952-es Helsinki olimpia hőseinek állít emléket. Én pedig köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten egy másik műsorban, ugyanitt, viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.